Az első rangadóra, vagyis a rangadóra a 8. fordulóig kellett várni az MB2-ben, és valóban a Fradi ellenfelére talált Nyíregyházán. Zsorzs távoli lövése a második percben és Stipanovics helyzete a 6. hűen tükrözte, hogy ragaszkodik a 3 ponthoz a Nyíregyháza. Amihez természetesen a zöldfehéreknek is volt néhány szavuk. Először Lipcsei kellemetlenkedett erdélyi kapussal szemben, majd Tököli rontotta el az addigi legnagyobb FTC helyzetet. Sajnos a kettő között a Fradi nem csak a játékban próbált meg a Spari fölé kerekedni, a durvaságot meglehetősen későn Iványi játékvezető a Lazicsnak és Lipcseinek címzett sárgával próbálta meggátolni. A fordulás után, mikor már úgy tűnt nyomasztóvá válik a Fradi fölénye, a hazaiak gyors egymás utánban kétszer kerültek Kemenes kapujánál az ittszerbe. A rontott helyzeteket erdélyi portai előtt Tököli 5 perc alatt egalizálta. A hajrában jobb volt a Spari, de hatástalan, így gól nélkül ért véget a keleti csoport éllovasainak csúcs találkozója.